Könnyen állás nélkül maradhatunk a közösségi oldalunk miatt. Egy online fejvadászcikk felmérése szerint az európai munkáltatók körülbelül 60%-a szokta ellenőrizni a jelentkezők közösségi profilját. Vendégünk a témában Patai Krisztina, a HR szakértő, és Lévai Richárd közösségi média szakértő. Jó reggelt! Jó reggelt, csokolom! Hogyan tudjuk beállítani úgy a profilunkat, hogy ne legyünk átvizsgálhatóak? Leginkább úgy, hogy nem jelöljük vissza, nem azt, aki bejelöl minket. Hát de ahhoz is beállítás kell. Nem kötelező is mindenkit visszajelölni, ez egy ilyen szokás, hogy hát ha bejelölnek, akkor ezt a gesztust ezt viszonozzuk azzal, hogy visszajelöljük őket, de nem feltétlenül kell mindenkit visszajelölni, és amikor valakinek elfogadjuk a jelölését, vagy egyáltalán visszajelöljük, akkor érdemes abban a pillanatban ilyen listákra rárakni a munkatársak, a család, a barátok és olyan egyéb listák, amik érdekesek lehetnek nekünk, és onnantól fogva el fogjuk tudni dönteni, hogy ha megosztunk valamit, akkor az melyik lista tagjai fogják látni. Csak ez marha nagy meló kell, és igen, akkor már éppen a varázsa szűnik meg az egész közösségi médiának, mert ugye akkor kontrolláljuk egy picit magunkat, hogy hú, ezt láthatja valaki, mondjuk a feleségem, de nem láthatja mondjuk a főnököm. De ezt amúgy is megtesszük, tehát ezt a való életben is megtesszük, amikor a munkahelyünkön beszélgetünk a kollégákkal, vagy egy teljesen nyilvános helyzetben, vagy a hétvégi sörözésen, vagy barátokkal, családokkal, egészen más témákról, egészen máshogy beszélünk, akár más habitussal is, máshogy viselkedünk, tehát ezt a kontrollálást amúgy is megcsináljuk. Itt ráadásul ez csak egyetlen egy ilyen legördülő menütől függ, hogy kivel és mit osztok meg, úgyhogy ez mindenképpen javasolt ezt használni. Krisztina, alapvetően kik kémkednek utánunk, mármint hogy egy leendő munkahelyen, kik azok, akik megnézhetik, vagy meg szokták nézni, hogy kik lehetünk mi? A kémkedés szót picit túlzónak találom, és az elején én megkülönböztetnék a social media területen a Facebooktól eltérő oldalakat is, mint például a LinkedIn, ami egy szakmai fórum, tehát ott kimondottan a szakmai profiljával regisztrálnak a különböző szakemberek, jellemzően akik tudnak angolul. Magyarországon ennek a száma 6-700 ezer körül van jelen pillanatban, és például a potenciális munkáltatók legelőször is ott nézik meg a leendő alkalmazottaikat. Ez teljesen más, mint a Facebook, tehát itt nem különböző napi eseményekről osztanak meg fotókat, hanem különböző szakmai cikkeket kedvelnek, véleményeket osztanak meg, követnek különböző cikkeket, tehát ez az elsődleges felület a munkáltatók, a fejvadászok, a vállalati HR-esek számára, amit megnéznek. Ez egy indikátor is, hogy ki mennyire modern és naprakész szakember, mert én azt gondolom, hogy aki magára valamit is ad, az jelen van már a LinkedIn-en, úgyhogy nekünk ez egy ilyen indikátor. Én azt gondolom, hogy Facebookon kevésbé néznek utána a potenciális munkavállalónak, de ez is attól függ, hogy milyen típusú cégről, kis, középvállalatról, nagyvállalatról beszélünk, illetve arról, hogy milyen szakterületen tevékenykedik az adott illető. Például egy .NET vagy egy Java fejlesztőnek biztos, hogy nem fog utána nézni senki Facebookon, mert nem az a releváns, hanem a szakmai tapasztalat. Tehát a hiány szakmákban én azt gondolom, hogy egyáltalán nem releváns az, hogy valakinek a Facebookon utána néznek. De ha mégis, akkor bajba kerülhetünk mondjuk attól, hogyha egy bikinis vagy egy bulis fotót kiposztolunk? Nem, szeretném eloszlatni ezt a kételyt. Én azt gondolom, hogy a szaktudás számít, és azok a potenciális munkáltatók, akik haladó gondolkodással rendelkeznek, és a szaktudása fontos számukra, akkor nem egy Facebook fotóból fogják levonni a következtetéseket. De itt megjegyezném, hogy tudatosan kell a különböző social media felületeken jelen lenni, mert vannak különböző szakmai csoportok, ahol különböző megnyilvánulásoknak lehet lenyomata a szakmai karrierünkön. És én még arra is intenék mindenkit, hogy tartózkodjon a szélsőséges vélemény megnyilvánulásoktól, mert lehet, hogy valaki nem fogja direktbe lecsekkolni vagy kémkedni utána a social media felületen, de ha véletlenül egy hírfolyamban benne van és meglátja valakinek a véleményét vagy egy virtuális vitát, akkor lehet, hogy hatással lesz. Igen, te egyetértesz Krisztinával ebben, hogy végül is akkor azért azt ne írjuk ki, hogy mi mondjuk a politikai nézetünk, vagy legalábbis markáns üzeneteket ne fogalmazzunk meg, de nyugodtan lájkolgassunk, mert hát teljesen mindegy, végül is azok is mi vagyunk. Egy kicsit máshogy gondolom, én azt gondolom, hogy bátran kiírhatjuk akár a szélsőséges véleményünket is,
ha tudatában vagyunk annak a lehetséges következményeinek, és hogyha ezt fel is vállaljuk. Abban a pillanatban, ha ezt tudatosan tesszük meg, akkor ezzel nincsen gond. A gond az akkor van, hogyha érdekel engem ez a párt, vagy ez a jó volt ez a plakátnak ez a mémje, vagy bármi ilyesmi, ezt így elkezdem lájkolgatni, és nem vagyok a tudatában annak, hogy ez akár olyanokhoz is eljuthat, akinek kellemetlen lehet. A ügyfelekhez, kollégákhoz, olyanokhoz, akik kifejezetten mondjuk céges oldalról kapcsolódnak hozzánk, és mondjuk a cégre nem jellemző feltétlen az, hogy bármilyen módon politikába véleményt alkot, és hogyha egy ilyen középvezető, felsővezető pozícióban levő ember gyakran jelenik meg, vagy az ő neve mondjuk olyan posztok mellett, amik nem feltétlenül politika bármi lehet, de a ügyfelek számára mondjuk kellemetlen vagy furcsa, akkor az visszahathat. Tehát itt a tudatosság az a fontos, és ezért jó az, hogyha használjunk különböző beállításokat, mert ott többé-kevésbé azért meg tudjuk védeni magunkat, egyébként nem mindentől, mert hogyha olyan Facebook oldalaknak a bejegyzéseithez szólunk hozzá, lájkoljuk, reakciót adunk rá, stb., amik publikusak, akkor azt például nem fogjuk tudni elrejteni, csak azokat, amik mi magunk osztunk meg. Tehát munka szempontjából nem kell félnünk attól, hogy milyen lesz a megítélésünk, hogyha esetleg egy buli fotót posztolunk ki. Köszönjük, hogy köszönjük szépen. Köszönjük.